Na szevasztok srácok, üdvözlök titeket a játszótéren, én Makon vagyok, itt lenni nektek az Őrült Verdák következő epizódjával, amiben ismételten az Ibisu Kovetet vettem elő, hiszen ebből az autóból alapjáraton is 62 előre legyártott konfiguráció létezik a játékban, ugye nyilván modokkal, viszont hogyha ezt a 62-t beszorozzuk a végtelennel, akkor végtelen mennyiségű konfigurációt kapunk, szóval 5-öt megnézni ebből az autóból szerintem nem olyan tuti, úgyhogy a második évadban nyilván második autónak ezt választottam, hiszen ebből tényleg nagyon sok konfig rétezik, úgyhogy nézzük meg, hogy mi lesz az első autó, amivel megpróbálunk átugrani a hídon. Az első konfiguráció ebből a kocsiból ugye egy középmotoros verzió, ami nemrég került be a játékba. Ugye van egy MG Metro nevezetű Rally Verda, ami nagyon-nagyon hasonlít így erre. Ugye MG Metro 64, azt hiszem nagyon 80-as évekbeli B-kategóriás rally autó volt, ugye a halál kategóriában. Na hát ez az arra hajaz egyébként, hogyha ha minden kasszíneme megvan. Hátul dragumi van, elő valami igazából szerintem sima utcai, egy tök jó felni, nagyon tetszik a felni. Autó hiány, autó az megvan, az ajtó viszont hiányzik lóra, bukócsőkeret van benne, úgyhogy szerintem annyira nem fog összetörni. Induljunk el vele, nézzük meg, hogy át tudunk-e vele ugrani a hídon. Supercharger amúgy az nem nagyon dolgozik, viszont hangja az van. Hangja az van neki, elég durva. Van egy óriási spoiler hátul, tetőcsomagtartó. Ha esetleg mennénk vele indokolatlanul, mondjuk vizet szerelni, vagy villanyt, vagy csak mondjuk utaznánk ezzel az autóval, mert azért utazással nem hallgatnám ezt a sípolást végig. És hát ez simán átugrik. Ez nagyon könnyen átugrott, és szerintem annyira nem is fog összetörni. Így van. Azt a futóműve le tudta kezelni ezt az óriási nagy ütést, amit alulról kapott, hisz, nézzétek meg, nem tört össze a kocsi. Igazából meg se hajlott rajta semmi. Azt a mindenit neki. Hát ez hogy? Nézzétek meg, lehet, hogy ott valami elszakadt. Nem szakadt ki, csak szimplán így. Hát így rángatózik a felfüggesztése a kocsinak. Ugye húzom a féket, mint az állat. Egyszer csak meg fog állni amúgy. És meg is álltunk. Nem is tört össze a Verda. Na jól van akkor. Hopp, viszont megállt teljesen. Na hát az első autó az átugrott. Úgyhogy nézzük meg, hogy a második át fog-e ugrani a hídon. Na hát a következő autónak elég érdekes a festése, ugye jól meg van koptatva, meg mindenféle firkák vannak, ugye ráfújva szerintem festék szóróval. Első lámpa az egyik megvan, a másik hiányzik, ugye itt lenne rajta a kipufogó kifezetés, de hát ugye van rajta egy motorháztető, úgyhogy az annyira nem jött össze. Első kerekek nagyon bután néznek ki, viszont a hátsók azok nagyon-nagyon komolyak, a felni is nagyon jó rajta. Hiányzik egy hátsó lámpa, lökhárító, van rajta egy indokolatlan spoiler, szélvédő is hiányzik, viszont van vezető ülés, úgyhogy nézzük meg, hogy el tudunk-e vele indulni. Hát, azért annyira nem erős. Meg van benne bukócsőkeret is, úgyhogy ez sem nagyon fog összetörni, ha éppen át tudunk vele menni a hídon. Hoppá! Átmenni a hídon, hát ez felrobbant a motor. Ahogy jött a nitró, ahogy megérkezett a nitró, fel is robbant a motor, nem bírta valószínű ez a randomizáló túl nagy nitró sátot adott meg, és nem bírta a motor is szétrobbant a nitrótól. Hát, a második autó srácok nemhogy nem ugrott át a hídon, el se jutott a hídig, úgyhogy nézzük meg a harmadik autót, hogy az átére. Hát a harmadik autón, srácok, minden van. Viszünk egy utánfutót, amin van egy kerék, egy pótkerék, ugye egy ilyen kőjáró autóra. Aztán van rajta egy indokolatlan hűtő a tetején, úgyhogy rengeteg légenállás lesz a kocsinak. Nem tudom, hogy fel tud-e majd gyorsítani a kellő sebességre az autó. Utánfutó is fog minket visszahúzni, a hűtő is fog minket visszahúzni. Remélem, hogy valami brutál motor van ebbe a kocsiba. Ami bíztató az, hogy elől... Ja, nem draggumi van, pedig úgy nézett ki, de nem az van rajta. Hát akkor viszont a hátsó az elég nagy, viszont nem biztos, hogy hajt. Úgyhogy hát ez egy nagy kérdőjel így a számomra, így most ebből az állapotából nem tudom megmondani azt, hogy ez átugrik-e vagy nem. Úgyhogy induljunk is neki, aztán majd kiderül, hogy át tudunk-e vele ugrani vagy nem. Mondjuk lehet, hogy nem lesz gond, így nézve most. A turbó már ugye túlmelegedett. Hatodik fokozat. 235-240 km/h-val megyünk.
Hát szerintem nem lesz ezzel gond, ez bőven meg lesz. Bőven, simán. Ez simán megvan, srácok. Aztán ott repül hátul a kerék. És leérkezés. Na a hűtő hogy megnyomta a tetejét a kocsinak. Kiszakadt a fél, azt a hátsó féltengely kiszakadt. Te jó ég. Meg az első is, minden kiszakadt. A hűtő repül, szétrepült. A rántott hús kiesett belőle, meg a fagyasztott hús, leves. A jégkrémes dobozban lévő töltött káposzta is kiesett belőle. Meg a kólás üvegben lévő pálinka is. Te hihetetlen, ott minden repül, srácok. Minden repül. Azt a mindenit neki. A utánfutó az megint egyben valószínű az ilyen törhetetlen az utánfutó, ugye. Hát a kerék az kiukat rajta az ugrástól, de amúgy tök egyben van a dolog. Lehet, hogy le fog zúgni a hídról? Nem. Fennmaradt. Fennmaradt. És még jár a motor. Hát ez a kocsi kapta. Hiába volt benne bukóketrec, a hűtő a tetején a leérkezéskor úgy megnyomta a tetőt, hogy aki esetleg hátul, ja nem tudott hátul ülni senki, akkor nem halt meg a kocsiba senki. Kivéve, ha az ütéstől nem rogyott össze a gerince az embernek, amit kapott egy ekkora ugrás után. Na, a harmadik autó is átért, srácok, úgyhogy nézzük meg, hogy a negyedik autó eljut a hídig és átugrik-e. Hát a negyedik autó is elég érdekes lett, srácok. Nagyon koszos a festése, meg ilyen lepattogzott, lemattult az autó. Szélesítés van a keréken elől-hátul. Elő jóval nagyobb kerék van, mint hátul, viszont mind a négy gumi, track gumi. Ebbe is valami brutális motor lett, ugye ez a középmotoros verzió az autónak, ebben azért általában mindig komoly motor van. Okádja a feketét magából. 10.000-es fordulatig tud a motor pörögni, van benne egy 3 bárig tartó nyomásjelző, úgyhogy reméljük, hogy azt ki is tudja használni a Verda. Hát induljunk neki, nézzük meg, hogy mit tud ez a kocsi. Jó, akkor óvatosabban nyomjuk ezt a gázt. Meg próbálok úgy elváltogatni föntebbre, hogy oszta. Nem merem kihasználni, srácok, a kocsit, mert nagyon, te jó isten. Alig nyomom a gázt, és 230-al megyünk. 5 sebességes. Itt a végén akarom megnyomni igazából nagyon. Ne! Átugrik! Jújjúj! Átugrik amúgy. Bum! Leérkeztünk. Aszta! Kiszakadt szerintem az összes kerék belőle. Így van. Na, háttal érkeztünk le. Nagyon komolyat jöttünk vele. Te jó is, alig nyomtam a gáz, srácok, és ilyen sebességgel ugrottunk el. Hát nem semmi. Nem semmi ez a Verda. Nagyon szívesen megnézném, hogy így úgy unblock miből állt össze egyébként a kocsi. Ugye rengeteg alkatrészt ki lehetne cserélni ezekbe az autóból, ezért is ilyen érdekesek ezek a tényleg egy összepörgetett autók, mert hogy mindenféle alkatrészen random kerül bele a kocsiba. Úgyhogy nagyon-nagyon durva, de ez valahogy nagyon összeállt ez a kocsi. A motor is, a váltó is, minden. Nagyon komoly lett ugye a kerekek is, hogy minden így draggumi lett, úgyhogy ez tényleg jól összeállt ez a Verda. És most szépen meg is állunk vele. És le is állt a motor neki. Na hát egyit bírt a motor, tényleg üzemórás lett a kocsi. Negyedik autó is átugrott, nézzük meg a mai videó utolsó autóját, az ötödiket, hogy átugrik-e a hídon. Na hát az ötödik autó ismételten ebből a középmotoros autóból lett, szóval ez biztos, hogy nem gyenge. Elől, hát ilyen rárobbantott vékony gumik vannak a felnén, hátul azért komolyabb, hát talán ilyen sportgumik vannak rajta, viszont jóval nagyobb átmérőbe. Van egy utánfutó rajta, amin van egy bála, ezek a bálák olyan 400 kg körül vannak, szóval annyi plusz súlyt húzunk majd magunk után. Amúgy egész egyben van az autó, innen hiányzik egy első lámpa, amúgy van vezetőülés, ami tényleg ritka számba szokott menni, egy hátsó lámpa hiányzik, meg egy tükör, szóval amúgy tényleg egyben van a kocsi, úgyhogy nézzük meg, hogy átugrik-e az utánfutóval együtt a hídon. Összkerekes a Verda, azt már innen látom. Azt muszáj volt elengedni magát, az de jó isten, milyen durva hangja van neki. Nagyon komoly benne a lefújó szelep. Jó, ötödik fokozat, van-e hatodik benne? Van hatodik. Nagyon megyünk. Nagyon megyünk, és az a legjobb, nincs hetedik, jó? És az a legjobb, hogy az utánfutó még nem szitált be. Na, talán most. Aha, de így most már tudunk ugrani. Azt a minden itt neki. De összetört, és van benne bukócsőkeret.
De ennek ellenére is azért hát kapta rendesen a kocsi. Fú, a hátulja az teljesen leamortizálódott a Verdának. Látszik, hogy hogy megrántotta az utánfutó egyébként a hátulját a kocsinak. Mint hogy ugye ott van a vonóhorog, és az az alvázat hogy megrántotta, nagyon komolyan látszik. Egy szép leérkezést láthatunk majd még mindjárt, és ajtóra, bum, megint kapta a kocsi. Kerekek repülnek, tengelyek szállnak, szikra, füst, por, minden van, ami nyilván egy ilyen óriási borulásnál elő tud fordulni. A bála a háttérbe, az repül tovább szépen, tetőn csúszik a kocsi, az utánfutó, hát na, mondjuk ez az utánfutó, ez meghajlott, ezen látszik, ez frankó meghajlott, de korán sem tört annyira össze, mint az autó, te jó Isten, mi maradt a kocsiból, hát úgy kávé semmi. Na, a utánfutót még felraktuk a tetejére, az ajtónak, a ajtó fogja az utánfutót, az igen, nagyon komoly, és ennek a motorja is leállt nyilván, hát természetes módon. Na hát srácok, 5-ből 4 autó átugrott, ugye a második az első jutott a hídig, úgyhogy, vagy a harmadik, már nem is tudom, hirtelen most így nem jut eszembe. Na szóval az a lényeg, hogy egyik autó nem jutott el a hídig sem, úgyhogy 5-ből 4 autót sikerült átugratni, ismételten érdekes Ibisu kovetek forogtak ki. Meglátjuk, hogy lesz még ez az autó, egyébként ebből tényleg nagyon sok mindent lehetnék kiforgatni, szóval akár még lehet újra ez a kocsi, hisz ebből nagyon-nagyon érdekes dolgok jöhetnek ki. Úgyhogy srácok, ennyi lett volna ez a videó, remélem, hogy tetszett. Hogyha tetszett, akkor dobjatok rá egy lájkot, és hogyha nem szeretek lemaradni a következő Őrült Verdák epizódról, vagy egyéb játékokból készült videókról és élőadásokról, akkor pedig iratkozzatok fel a csatornára, és hogyha értesítést is szeretnétek róla kapni, hogy valami történik a játszótéren, akkor a feliratkozás gomb mellett nyomjátok be a kis csengőt és benne a kis pipát, hogy adjatok esélyt a YouTube-nak arra, hogy értesítsen titeket, ha valami történik a játszótéren. Még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, legyen szép napotok bármikor is látjátok ezt, én Makan voltam, sziasztok!